új állomásához érkezett a Mi Komáromiak című műsor, ezúttal a Monostori erődben járunk. Asbóth Zsolt fogja nekünk bemutatni az erődöt, annak történetét. Zsolt, ha Komárom és erőd, akkor ugye nem csak a Monostori erődről beszélhetünk, hanem egy teljes erődrendszerről. Vázoljuk fel akkor a nézőknek, hogy hogyan is néz ki a komáromi erődrendszer. Természetesen Komáromban egy erődrendszer épült ki több évszázad alatt. Ugye itt van a Duna és itt a Vág, tehát még a rómaiak is felfedezték, hogy ez egy kiválóan alkalmas stratégiai hely. Tehát itt valamilyen védműnek kell lenni. Amikor a magyar középkori állam megalakult, akkor azonnal megépítettek a Duna és a Vág találkozásánál egy várat, méghozzá fából. Még a zseniális normanok is, amikor megszállták Angliát, akkor is először fából építkeztek, majd utána aztán természetesen... Tehát ez itt állt valahol a mostani Öregvár? Így van, pontosan az Öregvár helyén, majd aztán természetesen kőből felépítették, tehát maradandó agyagból. A legfestőibb látványt az Öregvár Mátyás korában nyújtotta, olyan gótikus részekkel látták el, hogy akár fejedelmeket is tudott fogadni, tehát luxus körülményeket tudott biztosítani. Aztán, amikor a török elfoglalta az első végvári vonalat, és kénytelenek voltunk kialakítani az országban egy második végvári vonalat, amely az Adriától húzódott végig egészen a bányavárosokig, akkor Komárom is végvári rendszernek az egyik tag lett a komáromi öregvár. Olasz bástyás, tehát füles bástyás rendszerekkel látták el, majd első Lipót alatt hozzáépült az újvár, tehát tulajdonképpen egy valóban egy bevehetetlen erődítményt produkáltak. Aztán megépült a Vágról elnevezett Vág hídfőerőd, majd 1809-ben elkezdték építeni, amikor Napóleon hatalma csúcsán volt, a Nádor, József Nádorról elnevezett Nádor vonalat, és a reformkorszakban, ez ugye a Széchenyi időszak, pedig a Vágról elnevezett Vág vonalat. Tehát amikor 1848-ban és majd 49-ben Klapka védte a Komárom. Mutassuk is meg itt ezt a nézőknek, húzz végig kérlek az újat. Itt van itt, tehát ez a bástya most nem létezik, de a többi mind létezik és teljesen így. Ez most Szlovákia területe. Így van, ez most Szlovákia területe, és nem létezik, tehát lebontották a csehszlovák időkbe, tehát 1920 után a Vág hídfőerődöt. Tehát Klapka, amikor 1849-ben védte a komáromi várat, akkor nem csak a várat védte, hanem az egész, ezt az erődrendszert. És akkor a csillag erőd helyén állt egy, hát nem erődítmény az, hanem sáncokból megerősített valami, tehát akkor még nem létezett. Aztán a 1850-ben elkezdték megépíteni a monostori erődöt, 50-től 71-ig épült, ez a legnagyobb, tehát az erődrendszernek a legnagyobb tagja. Aztán 1850-től 70-ig építették a csillagerődöt, vagy a Donau-Brückenkopfot, tehát a Duna hídfőerődöt, és 1871-től 76-77-ig épült a Fort Igmánd, az Igmándi erőd. Tehát 1877-ben lezáródott az erődépítéseknek mi a története. Mi indokolta egyébként ezt az óriási erődépítési kedvet? Hát, amikor a Nádor vonalat megépítették, akkor természetesen a Napóleoni túlhatalom. Tehát az, hogy Napóleoni univerzális birodalmat akart létrehozni, és Bécshez közel muszáj volt megépíteni a jól bevált komáromi erődöt, vagy pontosabban bővíteni a komáromi erődrendszerrel. Na most az, hogy ez az egész erődrendszer így megépült, ez tulajdonképpen a krími háborúnak a következménye. Tehát nagyon röviden csak annyit, hogy 1850 körül 53-ban a cár első Miklós erőkezetnek látta az időt arra, hogy lecsapjon Törökországra, és megszerezze a nagy orosz álmot, ami Nagy Péter óta létezik az orosz politikában, Dardanellák, Boszporusz, Konstantinápoly. Ez mondjuk vallásilag és szellemileg érthető, és stratégiai is. Az oroszok ott álltak Konstantinápolynál, de mivel Anglia, Palmerstonék nem tűrték el, hogy egy erősödő, izmosodó hatalom kezébe kerüljenek a tengerszorosok, üzentek az oroszoknak, hogy vonuljanak vissza. És ez nem volt hajlandó végrehajtani ezt az utasítást minden oroszok cárja első Miklós. És mivel nem vonult vissza, az angolok és a franciák, ugye a harmadik Napóleonnak mindenképpen dicsőség kellett, ugye a francia gloire mennyire fontos, és még csatlakozott zseniálisan Cavour Piemonti miniszterelnök ehhez a koalícióhoz, partra szálltak a Krimbe, megverték hazai pályán az oroszokat, és az a téma úgy jön ide, hogy az orosz politika szentül hitte, hogy az 1849-es
orosz intervenció, tehát amikor 200 ezer katonával a cár megsegítette első Ferenc Józsefet velünk szembe, ezt majd honorálni fogja Ausztria, ha nem is katonailag, de diplomáciailag mindenképpen. És az nem következett be. Az egész világ bámult erről. Azt mondta Schwarzenberg, Felixo Schwarzenberg herceg, hogy majd az egész világ csodálkozni fog Ausztria hálátlanságán. De Ausztria nem tűrhette, hogy az oroszok tért nyerjenek a Balkánon, mert akkor bekerítik a monarchiát. És ezt az oroszok soha nem tudták megbocsátani, és a nagyon kemény orosz fenyegetőzések és expanzió ellen épült meg a komáromi erődrendszer, amely egyben védte a Duna vonalát, védte a Dunántúl és természetesen a birodalom székvárosát, Bécset. A múzeumból kitérve a sétánkat folytatjuk az istállóban. Ugye Komáromban a lótenyésztésnek több évszázados hagyománya lehet. Mit lehet tudni? Mi a legfontosabb, amit tudnunk kell a lótenyésztésről a monarchia idején? 1869-ben, tehát a kiegyezés után két évvel az osztrák-magyar monarchiában Magyarországon belül beindult egy lótenyésztői program. És Ferenc József kinevezte a lótenyésztési főosztály vezetőjének Leveldi Kozma Ferencet, akiről később kiderült, hogy nem csak szervező zseni, hanem lótenyésztő zseni. És mivel lett a zsenialitása? Hát először is az uralkodónak elmondtam, hogy mindenképpen világszínvonalú lovakra van szüksége a hadseregnek. Batthyány Kázmértól elkobozták 1850-ben a birtokot, kisbéri birtokot, az egy mint a birtokot, és Ritter Ferenc felhívta az uralkodó figyelmét arra, hogy ez egy ragyogóan szervezett mintabirtok, ott érdemes lenne Bábona mintájára egy katonai vénés birtokot létrehozni, és 1853-ban megalkották Kisbért. Tehát egészen 44-ig az katonai vénés birtokot, és utána sorban alapítottak katonai vénés birtokokat a monarchia és Magyarország területén, és aztán 1869 ugye beindul a lótenyésztő program. Hát aztán világkiállításokat rendeznek Bécsbe, Párizsba, Londonba, még egyszer Párizsba, és ott a magyar tenyésztési lovak mind szépségben, mind teljesítményben mindenkit elvernek. Tehát olyan elképesztő eredményeket produkálunk, hát például a kisbéri ménesről azt írták, hogy a világon a legcsodálatosabb angol telivéreket és félvéreket ott produkálják. Tehát nem csak a küllemű kultársa osztályú, hanem a teljesítményük is. De ugyanez érvényes Bábolnára, hogy a arab lótenyésztés és sági arabot tenyésztettek. És a magyar katonaló, amely angol félvér, ilyen volt például a kisbéri félvér, vagy a gidrán, az keresett volt. 1892-ben táblovas versenyt rendeztek Berlin és Bécs között. Az egész világ ránk figyelt, tehát óriási figyelem volt, érdeklődés volt, hogy ez az 560-70 kilométert, ezt hogy fogják teljesíteni a különböző országok nevezetjei. És az első 16 helyzet magyar tenyésztési ló volt. Tehát a külföldi konkurencia labdában nem rúghatott. Az istállóról mit lehet tudni? Mi lehet az, ami még most mondjuk eredeti? Tehát ami még az 1800-as évekből... Ami eredeti, az az etető. Sokan úgy vélik, akik ide jönnek, hogy ebből a vályokból, ebből ittak a lovak. És azt gondoltam, azért mondtam, hogy nem. Ide öntötték a zabot. Méghozzá naponta megettek a lovak minimum 6-7 kg zabot, három részre elosztva. Aztán volt természetesen szétszorva szálas takarmány, vagy esetleg a falon volt egy tartó, és akkor abba volt, és a lovak onnan szépen kihúzták. A lovak, hogyha nem volt bevezetve a víz, mindig vödörből isznak. Tehát itt vödrök voltak. Amit természetesen a legénység mindig tisztán tartott, és mindig tele volt. Tehát a ló annyit ívott, amennyi neki tetszett. Az iménti percekben mindent megtudtunk, vagy legalábbis sok mindent megtudtunk a monostori erődhöz kötődő lótenyésztésről, most pedig átjöttünk a legénységi szállásra, egy külön részre. Hogy zajlott itt az élet, Zsolt? Ez eredetileg kórháznak épült, de soha nem kórházként funkcionált, hanem ez volt a legénységi szállás. Egész más volt az erődnek a békelétszáma,
az körülbelül 1000-1200 főre tehető, és egészen más lett volna a háborús létszám, ha mondjuk ostromot ér meg az erőd, akkor állítólag fel tudták volna vinni 7-8 ezer főre csak a monostori erődnek a védelmének a létszámát. Az egész erődrendszer a 160-70-től 200 ezer ember tudott befogadni. Tehát ez valami elképesztő. Tehát most egy már félig meddig egy középhatalomnak számít egy ország, aminek 200 ezer ember állandó hadserege van. Tehát itt laktak a katonák, a közkatonák. Egy-egy teremben körülbelül 30-an aludtak, földszintes ágyat használtak, az ágyak felett minden katonának ott volt a kis céludán a neve. Tehát a tiszt, ha bejött, akkor a nevén tudta szólítani, mert azért 1000-valahány embernek a nevét megjegyezni, az nem olyan könnyű. A legnagyobb hidegbe is elmondások szerint olyan 18-20 fokot tudtak produkálni. Tehát azért ez... Mert hogy a fal vastagság miatt? Vagy? Egyrészt így van. Ez azért mondjuk a mínusz 40 fokos sztálingrádi dolgok után azért egy kellemes hőmérséklet, azt hiszem. Hát többször megkérdezték már tőlem, hogy szerettem volna itt szolgálni. Mondtam, hogy azért itt inkább nem. Tehát elég komorak voltak ezek a falak, meg az élet. Hogy telhetett itt egy nap? Hát állandó képzésben voltak, tehát egy hadseregnek, amikor béke létszám is van, állandóan gyakoroltatni kell a legénységet. Mert hogyha nem gyakoroltatják, egyrészt akkor nem állja meg a helyét a háborúba, a fronton, másrészt pedig a katonának az egyik legnagyobb ellensége az ellenségen kívül, az ellenfélen kívül az unalom. Tehát az demoralizálja a hadsereget. Tehát itt állandó kiképzés volt. Na most egy ilyen teremben, ahol elmentünk, a legénységi szálláson vöröspenyőből készült padló volt. És azt minden nap fel kellett takarítani. A szovjet időkben teljesen megváltozott a helyzet, ugye ez volt déli hadseregcsoportnak a legnagyobb lőszerraktára, és ezekben a helyiségekben is lőszert tároltak. Na arra úgy, ez egy városi legenda, vagy igaz lehet, hogy a NATO-nak a leginkább célba vendő katonai bázisai között egy prioritást, egy elsődleges helyet foglalt el a monostori erőd ez annak idején. Ez pontosan így van, ugyanis ezt, amit most mondtál, ezt egy amerikai tábornok, aki itt járt 1992-ben, megerősítette. Tehát mi fogadtuk, és csipretett kézzel megállt az udvar kellős közepén, rugózott egy párat, körülnézett, majd elégedett mosolyjal azt mondta, na végre azt látom, amit eddig a műholdakról láttam. Megkérdeztük tőle, hogy mi lett volna a monostori erőd sorsa. Ha lett volna egy konfrontáció a NATO-val, akkor vagy az amerikai légierő támadta volna meg úgynevezett siklóbombákkal, tehát lézerbombákkal, vagy pedig esetleg bevetettek volna taktikai atomfegyvert, például mondjuk egy Pershing rakétával, tehát az elsők között pusztították volna el, ugyanis a déli hadseregcsoportnak, ha jól tudom, az volt a feladata, hogy lőszerrel ellássa azokat a szovjet és magyar segítő alakulatokat, amelyek megtámadják Ausztriát, ennyit ér Ausztria semlegessége egy háborúban, majd lemenjen a csizma talpáig, tehát Olaszországig. Tehát ezért volt a déli hadseregcsoport, ugye Olaszországot, mint NATO tagot kellett volna megtámadni. Hogy ezt ne tudják a szovjetek véghez vinni, természetesen ez egy kiemelt célpont volt, egy exponált célpont volt, és ezt egyszerűen szétlőtték volna. Na most a szakemberek arról beszélnek, hogyha ez tényleg találatot kap, és ez egész így elszáll, akkor nem hát minden, a város is elszállt nem, volna. Akkor nem minden, sok minden maradt volna Komáromból, a két Komáromból. Közben aztán átsétáltunk egy ilyen legénységi szállásra. Miért épültek ezek ilyen kazettás formába? Hát nagyon érdekes az egész kivitele, tehát az, hogy megtervezték. Tulajdonképpen erről nem beszéltünk, de az előd az porosz elemeket is tartalmaz, olasz és osztrák elemeket, tehát ebből áll össze. Tehát mindent, amit a 17. századtól az erődépítés összehozott szellemileg, mert a franciák jártak elől, ugye Sébastien de Vauban volt, aki zseniál 14. Lajosról uralkodásáról van szó, amikor ő olyan erődöket tervezett, amelyek szinte bevehetetlenek voltak, az természetesen a többi nagyhatalom, mint például az osztrák monarchia átvette. Na most
Ha a folyosón végig megyünk, akkor lehet látni, hogy ilyen fülkés rendszerű. Ez nem azért épült meg, hogy esztétikus legyen, de hát így esztétikus nyilvánvaló, hanem azért, hogyha ezt a szektort, ezt a részt támadás érné, mert mindenre fel kell készülni, akkor a létszámfölény az mindig a támadóknál van. Méghozzá sokszorosan, mert ha nincs létszámfölény, akkor esélyed nincs arra, hogy elfoglalják mondjuk meg egy várat, vagy egy erődítményt. Minimum háromszoros fölényt kell biztosítani, de az ideális az durván ötszörös vagy annál több. Na most, hogyha a folyosó nem ilyen fülkés rendszerű lenne, akkor a létszámfölényt kihasználva egyszerűen egy rohammal lesöpörnék a védőket. Így azonban rákényszeríték arra a támadókat, hogy teremről teremre minden egyes fülkéről és teremről teremre meg kell küzdeni, ami óriási véráldozatba kerül. És természetesen arra megy ki a játék, hogy minél több halott legyen a támadóknál és minél kevesebb a védőknél. Sétálkat a legénységi szárnyban fejeztük be, most pedig itt állunk a tiszti szárnyban. Mennyi tiszt volt itt a monostori erődben annak idején? Hát minimum 50. Minimum 50 tiszt volt, különböző rangban. A csúcsot azt az ezredes jelentette. Tehát mint általában a méneskarnál az összes tiszt ezekben a, ebben a részben lakott? Igazán nőtlen tisztek voltak itt, a nős tisztek azok Komáromba laktak. Észak-Komáromba. Így van, pontosan. Minden szobában egy-egy tiszt lakott, természetesen fűthető volt, viszonylag jól berendezve, és itt laktak, három részből áll a tiszti szárny, a földszint és az emelet, a kettő ugyanaz, tehát építészetileg, és természetesen van pince, ahol mindenfélét tároltak, zöldséget, ezt, azt, amazt, ami kellett. És ezek a tisztek jártak át az Észak-Komáromban található tiszti kaszinóba, aztán mulatozni? Igen, természetesen, aztán 1920 után, Trianon után egészen megváltozott a helyzet, akkor már csak a dél-komáromi rész, tehát az új komáromi részbe járhattak. A tisztekről annyit, hogy az osztrák-magyar monarchiában és a Horthy időszakban a tiszti karnak a presztízse az igen magas volt. Egyszer egy kis rámenős riporter megkérdezte Ferenc Józsefet, hogy mit fizeti felség olyan rosszul a tiszti kart? Erre Ferenc József frappáns választ adott, azt mondta, én nyugodtan fizettetem rosszul a tisztékart, de helyette a társadalmi presztízsét magasan tartom. És ez valóban így is volt. Hát akkor nézzük például a Horthy időszakban, amikor már pengő volt, amelyik a világ egyik legjobb pénze volt, hogy mennyit keresett például mondjuk egy főhadnagy. Egy főhadnagy abban az időben durván havonta 500 pengőt keresett. Nagyon érdekes, hogy például a repülőgép gyárban dolgozó elit munkások is ugyannyit kerestek havonta. Persze, hát aztán, aki mondjuk gépírónő volt, az mondjuk 80-100 pengőt keresett. Ugyanakkor nem tudom, mennyire volt igaz, havi 200 fixel az ember könnyen viccel. Szólt a nóta. Havi 200 pengőt fixel, majd ember könnyen viccel. Havi 200 pengőt fixel, feleségül venni ön. Mert a jó lét az nem kényszer, nekem nem kell házi sékszer. A családból sem kell kétszer, sose voltam én úgy fönn. De nézzük meg a hadsereg felső vezetését, mondjuk egy tábornoki fizetés. Egy tábornok évente megkeresett 14-15-16 ezer pengőt. Ebből már azért viszonylag jól meg lehetett élni. Élni, igen. De például hasonlítsuk össze a szellemi embereknek a bevételével. Herceg Ferenc 4 vezércikket írt bizonyos újságoknak, egy vezércikkért kapott hétvégén 1000 pengőt. Ha 4-et megírt havonta, 4000 pengőt keresett. De Molnár Ferencnek a világban mindenhol mentek, New Yorktól Pestig mentek a darabjai. Molnár Ferenc átlagban 100-120 ezer pengőt keresett évente. Tehát egy tábornoki fizetésnek a többszörösét. Vagy Kosztolányi 25-30 ezer pengőt is megkeresett. Ugyanakkor például Szerb Antal, aki ragyogó esszista volt, ő például egyáltalán nem keresett jól. Pedig hát őnek is azért megjelentek az írásai. Nagyon érdekes volt a tisztikar összetétele. 1850-ig a tisztikarnak a nagy része az nemesi származású volt. Különösen aztán voltak olyan fegyvernemek, például a lovasság, a huszárság, ahol például a gentry és az arisztokrácia védte a prímet. Aztán ahol a műszakiratok voltak, ott meg inkább a polgári elem volt túlsúlyban.
1813-ban felmérés szerint a tisztikarnak már közel a 30%-a volt nemesi származású, tehát úgynevezett feudális eredetű társadalmi rétegből, a többi már mind polgári származású volt. De ha valaki tiszté avanzsát, tehát hadnaggyá avatták, az durván a nemességgel vált egyenrangúvá. Tehát ha valaki Ferenc Józsefnek a uniformisát viselte, viselte, ugye, és ott volt a kardbojt és a kard, stb. Akkor tulajdonképpen a vármegye házától kezdve a kuriákon, a kastélyokon, nemesi előjogok jártak neki. Az mind nyitott ajtó volt. Ez persze nem jelentette azt, hogy mondjuk az Eszterházi szívesen hozzáadta volna a lányát, mondjuk egy nemesi származású, de ugyanakkor eléggé szegény kis főhadnagyocskához, vagy akár egy őrnagyhoz. Más lett a tisztikarnak a ruházata, tehát keki színű lett, tehát modernebb lett, de úri szabók szabták, tehát egy előtelen kussejű férfiből is egészen jóvágású fickó produkált a tiszti egyenruha. A tiszteknek a becsületet mindenképpen meg kellett védeni. Persze ez a polgári osztályra is érvényes volt. A 19. század második felében, nem árulok el titkot, Európában a legtöbb párbajt Magyarországon vívták. A tisztikarnak párbaj kötelezettsége volt. Sétáltunk a Dunai bástya tetejére, ugye itt leláthatunk az udvarra, a bástya udvarára, itt pedig a Dunapart, csodálatos ez a hely. Miért volt fontos a Dunai bástya, hogy elkészüljön? Mi volt a szerepe? Ha valaki körbejárja az erődöt, akkor az erődből nem látszik semmi, hiszen előtte külső rézsű van, földsáncok vannak, hogy a falakat frontálisan ne tudják lőni. Egyetlen egy pontja látható az erődnek, és ez a Dunai bástya vagy körbástya. Most ez nagyon fontos volt, mert a Dunára néz, tehát a Duna az egy fontos közlekedési hely. Ha mondjuk tegyük fel, a cári Oroszország a krími háború után, vagy valamikor lett volna egy konfrontáció, mert 1880-as években közel álltak hozzá, hogy mondjuk a cári Oroszországgal lesz egy összecsapás, akkor ha a cári hadsereg eljut idáig, nyilvánvaló, hogy a Duna vodolát, a Dunát az igénybe veszi, hiszen akkor már gőzhajók is voltak. Ennek a körbástyának az volt a feladata, hogy a Dunán közlekedő idegen flottillát megsemmisítse. Nem véletlenül hívták a Duna Gibraltárjának. Tehát ami a briteknek a gibraltári sziklát jelenti máig is, ugyanúgy az osztrákoknak, vagy a Kautka hadseregnek a Dunai bástya a Dunát lezáró valami. A tetejére is föl lehetett húzni ágyukat, és lent pedig három sorban, mint valami régi sorhajó, ágyűtegek voltak. Nagyjából több mint 70, majdnem 100 ágyú befogadására alkalmas volt. Na most elképzelheted, hogyha itt egy Dunai flottilla, egy jelenséges Dunai flottilla beindul Bécs felé, akkor itt olyan tűzerő volt, és olyan tűz fogadta volna, hogy nincs az a hadiflotta, amelyik itt át tud törni. Neked sor került bármilyen ütközetre is? Volt a gyakorlatban szerepe a Dunai bástyának? Régi mondás az, hogy ha békét akarsz, akkor fegyverkezz. Tehát, hogyha erős vagy, akkor azért az ellenfél tisztel meggondolja, hogy belekössön. Hát persze nem mindig tanultak a történelemből különböző emberek, erre számtalan példa van, de általában azért tisztel meggondolt egy hatalom, hogy belekössön egy vele egyenrangú hatalomnak. Az osztrák monarchiának, mivel közép-európai hatalom volt, és ellenség vette körül, főleg ugye aztán az Antant idejében kicsúcsosodott a dolog, muszáj volt fegyverkezni, de hát akkor még az Antant messze volt. Ezt a sorsironiája, de hála Istennek, soha nem ostromolták meg, tehát azért maradt meg ilyen éppen. Örüljünk neki, hogy ez így maradt, még így felütött állapotába is, és mindenkit arra biztatunk, hogy jöjjön, és jöjjön, sétáljunk fel ide a Dunai bástya tetejére, mert csodálatos.
A Dunai Bástyától pedig leereszkedtünk ide a kazamatákba, a védő folyosóra. Hogyan kellett volna elképzelni, vagy hogyan kellene elképzelni egy ostromot, ha megostromolták volna a monostori erődöt? Ahol most vagyunk, ez a nyugati bástya. Tehát ez is egy bástya, de ez kívülről nem látható már. Tehát ami mind az északi Dunai bástya. Amikor Sebastian de Vauban megtervezte a erődjeit, akkor azt mondta 14. Lajosnak, hogy felség, egész életem művészete nem lenne elég arra, hogy bevegyem ezeket az erődöket. Na most egy támadó egy erőddel, mert az erőd az nem vár. Tehát egészen más a vár és más az erőd. Mit tudott volna csinálni egy támadó hadsereg? Első, fölvonultatja a tüzérséget és elkezdi lőni az erődöt. Az erődöt frontálisan nem tudja lőni, csak ballisztikus pályán. Tehát így. Ítéletnapig lőhették volna. A falak vastagsága és a falakon levő földsánc az olyan erőt képviselt, hogy abban az időben, a 17-18-19. Század közepéig nem tudták átlőni ezeket a falakat. A második megoldás természetesen általános rohamot vezényelni az erőd ellen. Megpróbálnak bejutni a sáncárokba, mert ugye sáncárok veszik körbe-körbe az erődöt. Igen, ám, de a sáncárok az szakaszokra van osztva. Mindegyik szakaszra 4-6 ágyúcsöve irányul egymással szembe. És van egy belső kazamata, és van egy külső kazamata. És a külső kazamatából és a belső kazamatából ekkora kis lőrések vannak, ahol célzott lövéssel, kézi fegyverrel le lehet lőni a támadókat. Na most minden támadónak a rémálma az, hogyha egy ilyen viszonylag szűk helyre, egy sáncárokba be kell hatolnia. Ez egy tömegmészárlás. Tehát elkezdik lőni ágyúval, kartáccsal a tömeget, és aki ezt túléli, az pedig puskával leszedik. De van egy harmadik és egy negyedik megoldás, amit Vauban kreált meg, tehát ő agyalta ki. Megpróbálnak az erőd felé cikcak alakban lövészre árkot ásni. Azért cikcak alakban, hogy ágyúval ne lehessen végiglőni egyenesen. És megpróbálnak eljutni a falakig, és megpróbálják a falakat fölrobbantani. De van egy másik, egy nagyon alattomos támadás, amikor az ellenség leás a föld alá, és megpróbál föld alatti alagutat ásni a várfalig, vagyis hát az erőd faláig, és utána pedig berobbantani. Ezt a törökök meg a többiek már ősidők óta játszották, meg hát Európában mindenhol. Igen ám, de a külső kazamatában vannak olyan nyílások, amiket direkt szabadon hagytak, ahonnan ellenaknát lehetett kiásni a támadóval szembe. Tehát jelzők voltak, például a dob és a borsó, amit ugye az egri csillagokból nagyon jól ismerünk, azt még az első világháborúban Doberdó és Isonzónál még használták a magyar honvédek. A lényeg az, hogy ez egy hatásos dolog volt, de mindenféle más jelzés volt. Pontosan tudták, hogy honnan jön az alattomos föld alatti támadás. Ezekből ellenaknát ástak ki, leülték a támadókat, és az egész addig ásott föld alatti járatot berobbantották. Ezt nevezték aktív védelemnek. Tehát amikor ez az erőd elkészült, akkor azt hiszem, hogy ez bevehetetlen volt. De 1914-től olyan ágyukat terveztek, például a 42-es kúpányút meg sorolhatom, ahol egy tonnás lövegeikeket lőtek ki, később már az első világháborútól ez már bevehető volt. Ha egy olyan nagy technikai felkészültségű hadsereg vonul fel ellene, mint a német. De hát a német nem vonult volna fel, mert szövetségesünk volt. Hát óránk végeztével itt a monostori erődben most itt a szovjet éra haditechnikai kiállítását láthatjuk időben is, ugye most már azért nagyot ugrunk így a vége felé. Mit lehet tudni azokról az évekről? A szovjet vörös hadsereg 45-be foglalt a monostori erődöt. Tudatosabban nem rohamoztak, tehát nem kellett elfoglalni, hanem egyszer bevonultak. Ezt az erődöt senki nem védte, se a német, se a magyar honvédség, se a Wehrmacht. Harc nélkül hozzájutottak, hál' Istennek, mert legalább így azért éppen maradtak a falak. És aztán rájöttek arra, hogy ez egy ragyogóan védhető hely, száraz hely, tehát például lőszer tárolására kívánva alkalmas. És aztán, ahogy előbb említettem, ez lett a déli hadseregcsoportnak talán a legnagyobb lőszerraktára. Tehát ez volt a feladata.
Ez az egész terület, ez durván olyan 60-70 hektáros terület, annak az egy harmadát teszi ki az erőd. Háromszoros gyűri vette körül, tehát kerítés, mindenhol különböző megfigyelő pontok. A parancsnok az itt maradt még jó pár hónapig, és vele beszélgettünk, törte a magyart, és annyit elárult, hogy a parancs úgy szólt, hogyha valaki ide betéved, nincs felszólítás. Azonnali tűzparancs van. Tehát itt nem reszkíroztak. Az őrség létszáma több száz lehetett. Bizonyos helyeken laktak az őrök, meg kint, ahol most a parkoló van, azokban a házakban, meg a tisztek is természetesen. Állítólag azok a katonák, vagy azok a tisztek, akik a Frigyes laktanyában voltak elhelyezve, tehát szovjetekről van szó, azok ide nem tehették be a lábukat. Annyira szigorúan őrzött terület volt. Itt mindenhol egy erdő volt. Tehát amikor 90-ben mi ide kerültünk, akkor itt egy erdő volt, egyszerűen hagyták, hogy kinőjön a növényzet, ez is növelve az álcázást. Az erődnek a sarkába ott volt egy rakétaüteg, egy légerhárító rakétaüteg, számítva arra, hogyha támadás éri, hát akkor ugye megpróbálják leszedni, meg hát lokátor is volt természetesen. Röviden végezetül azt össze tudnád fognani, hogy milyen állapotok fogadtak benneteket? Hát ahogy említettem, itt egy erdő volt, tehát eléggé, tehát romantikus volt, ugyanakkor félelmetes. A szovjetek elég lazán vették a lőszerszállítást, ugyanis a kazamatában többször végigmentünk, fogalmuk sem volt arra, hogy merre járunk, ma ugye az egész az agyamban van, tehát akár éjszaka végigmegyek, úgyhogy pontosan tudom, hogy hol vagyok. Ezrével szétdobálva a kézigránát, tüzérségi gránát, a füvön, a fűbe, a bokrok között mindenhol. A Magyar Honvédségnek a tűzszerészei itt legalább másfél évig dolgoztak, amire mentesítették ezt a területet. A kiírt pályázat elnyerése után június 9-én látott munkához a 87. Szentesi Műszaki Technikai Ezred, hogy a versenytárgyalás megnyerése után elvégezze a pályázatban vállalt feladatokat. Szabó Sándor őrnagy elmondása alapján az első szakaszban a monostori várerőd nyugati átjárójának rendbetétele, a várárok kitisztítása és a várudvar belső tereprendezése a feladat, ez körülbelül 9000 köbméter föld megmozgatását jelenti. Az erődben lázas munka folyik. Találtak az oroszok fennhatósága alatti időből itt maradt kézigránátokat, lőszerhüvelyeket. Természetesen a tűzszerészek vizsgálata után mindezek megsemmisítésre kerülnek. Atomfegyver nem volt itt. Tehát mindenféle mendemondák keringenek az erődről, hogy itt atomfegyvert tároltak, itt atomfegyvert nem tároltak, hagyományos fegyvert, méghozzá pisztoly lövedéktől, tehát pisztolygolyótól kezdve a AK-n keresztül, tehát ugye a gépkarabélyon keresztül tüzérségi lövedékek voltak itt, és voltak légerhárító rakéták. Arra te emlékszel, hogy hány napig tartott, míg elhagyták az erődöt? Azt nem tudjuk pontosan. Minimum egy évig, az a minimum. Állítólag egy részét hajóra rakták, a másik részét pedig tengelyen vasúton vitték ki. Hát a nagy részét természetesen elvitték, de ami itt maradt, az is jelentős mennyiség volt, az egyértelmű. És aztán volt itt 32 ország katonai attaséja. Megmutattuk nekik az erődöt, el voltak ájúva, mondták, hogy ez egy rasszerű hadikulturális hely, stb. És akkor azt mondták, hogy ha itt egy nagy fejlesztés lesz, akkor minden ország ide hozza a haditechnikájának egy részét. Tehát mondjuk, ha ez mondjuk megvalósulna, azért az oppant érdekes lenne, hogy mondjuk itt az udvarban lenne mondjuk egy Messerschmitt vadászgép, egy Yak, egy Mustang, egy Spitfire, egy Hurricane, egy T-34-es, egy Tigris, és sorolhatom, vagy egy Panzer 4-es, meg sorolhatom a tankokat és a repülőket. Ez a terv. Hát egyelőre ez még nem valósult meg, de ezek, amik itt láthatók, ezek szovjet gyártmányú tüzérségi eszközök, meg hát lokátor is van, meg ott van egy, látom, egy PSA, egy ilyen kétéltű. Miért kell újra és újra megnézni az erődöt, vagy hát pláne azoknak, akik még nem voltak itt? És érdemes ide eljönni, mert itt ez a múltnak egy szeglete. Az osztrák-magyar monarchia az egy nagy hatalom volt. Az osztrák-magyar monarchia nélkül bizonyos dolgok a világban nem történhettek. Tehát döntően befolyásolta a világ eseményét, a világ esemény alakulását
az osztrák diplomácia, az osztrák-magyar monarchia, a közös diplomácia. Erre büszkének kell lenni, hogy volt egy olyan korszak a magyarság történetében, amikor mi hadászatilag számítottunk valamit. És itt az ide látogató, az kap egy megfelelő képet arról, hogy milyen is volt itt az élet a 19. századtól, mondjuk 1848-tól egészen a II. Világháborúig. Ezzel a Monostori erődöt bemutató epizód végére értünk. Asbó Zsoltnak köszönjük ezt a tartalmas idegenvezetést. Köszönöm én is. Legközelebb pedig a komáromi áttörésről fogunk szólni. Sziasztok! Viszontlátásra!